A helyszínelés képei 2020 májusából kifeszítette az árat a faajtón, így jutott be a különféle értékekért a betörő. Faddomboriban akkor egy hét alatt hat nyaraló betörés történt. Egy 42 éves férfit fogott el a betörés sorozat után a rendőrség. Kiderült, általában gyalog ment, de ahol biciklit talált, ellopta, hogy a zsákmányt azzal szállíthassa. Szomszédba paksi tulajdonosok vannak, ő hozzájuk is szintén a faházba törtek be, ott is elloptak jó pár dolgot. Paksi áldozata is volt a nyaraló betörőnek, a rendőrség szerint a nyár alkalmával számos veszély leselkedik az otthonokra, nyaraló épületekre egyaránt. Éppen ezért idén is elindul a nyaralókártya program Szexárdon és Pakson is. Aki nyaralni megy és a rendőrség segítségét kéri, ők egy adatlapot tudnak kitölteni, természetesen saját adatokkal, illetve a nyaralásukról szóló adatokkal, időtartam és helyszín, valamint kontaktok. Ezt le tudja adni a rendőrségen, és az előbb említett módon itt is a kollégáim az útvonaltervüge beépítik, és időnként ránéznek ezekre az ingatlanokra, ami azt gondolom, hogy a szabadságukat töltő emberek számára egy megnyugtató intézkedés lehet. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság csütörtökön faddomboriban várta az érdeklődőket a mobil bűnmegelőzési centrummal. Itt a fürdőzők is hasznos tanácsokat kaphattak az értékvédelemről. Azzal kezdeném, hogy a törölköző az nem érték megőrző. A törölköző alatt elhelyezett drága telefon, ékszer vagy jelentős pénz sajnos nincsen biztonságban. Mindenkinek azt javasolom, hogy vagy ne vigyenek ilyeneket fürdeni, vagy helyezzék ezeket a kihelyezett érték megőrzőkbe. Az idegenforgalmi szezonnyitó kitelepülést azzal a célral szervezte a kapitányság, hogy rávilágítsák a nyaraló vendégek figyelmét a bűn megelőzésre. Ebben a munkában egyébként a hatóság kerékpárral közlekedő kollégái is segítkeznek a vízparton.